egy nagyon megtisztelő díjátadó kerül megrendezés Esztergommal, harmadik alkalommal, ami mindjárt kiderül, hogy miért is Esztergomhoz a legméltóbb tulajdonképpen, mondhatjuk ezt bátran. Itt az asztalon Magyarország első zászlaját láthatjuk, ugye Szent István zászlaját. Nem is tudom, honnan közelítsük meg, a díjátadóról, illetve arról a civil szervezetről beszéljünk, akik a díjat áthatják. Nem tudom, ki kezdi. Péter, mindig egy akkor a civil, elnökségünk nincs. Hát mindegy, ügyvívőként képviselem a Societas Lancea Régiszt, a Királyi Láncsa társaságát, amelyiket 2008-ban, tehát 10 évvel ezelőtt Szent István napján Nagy Géza szabolcsi hagyományőrző íjász alapított, és aztán néhány évvel ezelőtt átadta a társaságnak a közösségi vezetést. Ő volt az alapító elnök, és minden évben díjat, majdnem minden évben díjat adott át a társaság. És az elmúlt három évben valóban 2016 óta az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy a legméltóbb városában, Nagy Magyarországnak, a királyi városban, Esztergomban adhatjuk át azt a díjat, ami egyébként a Szent István királyunk által veretett első, a magyar királyság első ezüst dénárja, a Lancea Regis köriratú dénárnak a felnagyított mása, és a társasági zászlón ennek a körülbelül 20-szoros nagyítását láthatjuk. Azért is hoztam el, mert jobban látható és jobban értelmezhető az, ami mondjuk a valós pénzen mondjuk 1 centi átmérőjű. Hát ráadásul az a pénznek is különös története van, mert pont 50 évvel ezelőtt Nagyharsányban, Baranya megyében, egy bányában egy buldózer összetörte cserépedényt, és abban találtak 40 darabot ebből. Azelőtt 2 volt ismert, egyik sem Magyarországon, és nagyon bizonytalan volt egyáltalán az eredete, hamisítványnak is tartották, de az viszont a 40 jól datált egyéb érmekkel együtt volt, és azóta tulajdonképpen biztossá vált, hogy ez magyarországi, Szent Istvánkori, méghozzá nagy valószínűséggel Szent István 2 ezüst pénze közül az első. Az első. Amit itt nagy valószínűséggel itt Esztergomban vertek, hiszen annak idején a pénzverdék van. Is, ugye, hát a pénzverde is itt volt az első fővárosban. Igen, tehát itt tulajdonképpen ez egy érdekes aktualitása ennek az évnek, hogy pont 50 éve volt ez ennek a megtalálása. 10 évvel ezelőtt alapult a tehát ez egy jubileum, egy kerek évforduló. Hát van még sokkal kerekebb, ugyanis magát a díjat, ami az eredeti sajátos magyar poncolásos technikával, tehát ennyiben eltért a német példáktól a Szent István dénárja készült, annak a körülbelül 2-szeres nagyítású érméjét Bakonybélben a Szent Mauritius műtárgy másolója készíti, és hát ezt a benedekrendi apátságot Szent István alapította pont 1000 évvel ezelőtt. Tehát ez mondjuk 3 olyan dátum, amit ma itt illik megemlíteni. Tibor, nélküled sem valósulna meg az többek között, hogy itt Esztergomban, most már harmadik alkalommal történjen meg ez az átadó, és hát azt meg nyilván tudják a kedves nézők is, hogy sok szálon és sok szempontból kötözte ehhez a városhoz. Hát Esztergom az első város egyébként, én ezt úgy tartom, és nagyon méltatlan, hogy nem foglalkoznak annyit az esztergomi várossal, mint amit kellene. Egyébként Esztergom tényleg, mivel nagyon régóta járok ide, több mint 10 éve, engem szeretnek tényleg, néhány embert kivéve.
Mindenkit szeretnek, meg nem szeretnek. De azért az szívmelengető, amikor a portás megismer, és utána rohan, és akkor megrázza a kezemet, és akkor ez nagyon, nagyon jó érzés az embernek. A másik dolog, amire vissza szeretnék térni, hogy ugye mondjuk meg az időpontot, hogy mikor lesz. Ugye március 17-én lesz ez a díjátadó ünnepség. Nagyon érdekes az egész, mert nem véletlen, hogy a Szent Mór veri ezeket a pénzeket, mert erről a lányzsár úgy is tartják, hogy különösen a Németromai Császárság vagy a Szent Mór lányzsája volt, de egyébként is ugye ez nagyon sok történet tapad hozzá, hogy akkor hogyan került ez a jelkép a magyar pénzekre, és ezt egyébként azért érdekes a mostani nap, hogy március 17-én lesz, mert az Longinus lányzsájának is a napja. Longinusról pedig azt kell tudni, hogy ugyan János Evangélium említi meg, nem is a nevét, hanem azt, hogy mielőtt úgy gondolták, hogy sietetni Krisztusnak a halálát, ezért eltörnék a lábát, de akkor ő meghalt, és oldalába döfték a lányzsát, és akkor ugye Longinusnak, ez későbbi mondta, hogy Longinusnak nevezik őt, neki a szeme az beteg volt, és ahogy kifröccsent rá az oldalából a Krisztusnak a vér és a víz, akkor attól meggyógyult. Tehát itt egy érdekes dolog, mert egyébként nem március 17-én akartuk, hanem március 16-án akartuk, pontosan arra utalva, hogy nem csak a három színű trikoló a mi zászlónk, tehát a piros, fehér, zöld, hanem ez is a mi zászlónk, és ez legalább... Esztergom, innen adódik. 1848 előtt nekünk volt zászlónk, hát ez nem a képes krónika is ábrázolja, tehát ezért is azon a napon próbáltuk, de aztán úgy döntöttem, hogy mégis... Azért március 16-án, mert pont 2016 óta ugye a Országházban elfogadták a Nemzeti Zászló és Címer napját, igen, amelyik március 16-án van, és hát alapvetően ez a trikolornak a törvénybe iktatásának a dátuma. Egy kicsit megfeledkezik arról, hogy akkor már 800 éve volt nekünk egy, vagy legalább, mert az, hogy mi egy ilyen 1000 körüli ábrázolást ismerjük, hát egyébként ezen a középső részén az érmének, ez egy cent is a valóságban. A Szent Móricz lányzsája, ami harmadik Ottó császár által Szent Istvánnak vagy már Gézának adományozott hatalmi jelkép volt, Krisztus keresztszöge erekével ebben a háromrészes lányzsában, aminek a rekonstrukcióját Sebestyén Sándor szobrászművész még 2006-ban, 2008-ban elkészítette, és a ünnepségen itt lesz. Lándzsa és a zászló rekonstrukció is. A zászló rekonstrukciót pedig Somogyi Győző. Hát ez olyan piciben elég nehezen látható, mert ezek olyan nagyon párhuzamos vonalak, de itt valójában egy égből kinyúló kéz ujjai látszanak, és fölötte pedig a hát 7-nél mindenképpen több és 9-nél kevesebb sávozású zászló, a korra jellemző Somogyi Győző zászló szakértő történész szerint ez a pomponos zászló abban a korban jellemző volt, annak az ábrázolása, és ezért tettük át, eredendően az első években Szent István napján volt az ünnepség Szabolcs várába, aztán egy alkalommal Hollókővárában, és amikor Esztergomba jöttünk, abban az évben volt először ez a hivatalos zászló. Annyit még erről, ezzel kapcsolatban, hogy ugye erre egyetlen egy forrás van egyébként, hogy a harmadik Ottó adományozta volna, ugye Adamárus Kavanensis, ez egyáltalán nem biztos, tehát nem úgy van, hogy engedélyével, tehát Szent István az olyan uralkodó volt, és ezt illő tudni minden magyar embernek, hogy ezt még Györfi is leírta, hogy egyetlen egy csatát nem vesztett. Második Konrádot megverte 1030-ban, tehát ő egy kiváló uralkodó volt, tehát nem szorult rá, ez inkább én abban az irányban gondolkodnék, hogy tényleg ez a végzett lándzsája, ami Krisztus
oldalát szúrta meg, és ezért mondom, hogy a március 17 az kifejezetten jó időpont. Még valamit ezt azért érdemes lenne elmondani, hogy nagyon rangos lett most már ez a... Igen, mert a díjazottakról, igen, akiket eddig díjaztatok, illetve azokat, aki idén kapja meg, hát mindenféleképpen említsünk szót. Hát most már annyira rangos a társaság, azt még el kell mondanom, hogy ez példát ritkít, mert ma mindenki a többségre foglalkozik, és nálunk csak úgy lehet díjazott valaki, és ezt mondom, ez egy civil társaság, hogyha mindenki egyetért vele. Tehát ha egy valaki van, ezt úgy szoktuk úgy hívni, hogy vétójog, de hogyha egy valaki van, aki nem ért egyet azzal, akit díjaznak, akkor ezt nem fogjuk díjazni. Ennél szebben hangzik szerintem az, hogy jó, egységesen dönt a társaság. Nem a vétóst emeljük ki belőle, hanem addig beszélgetünk a jelöltekről, mert nyilván több jelölt felmerül. Év elején, januárban szoktunk. Egyébként ez sokkal jobb lenne, hogyha az országban is így lenne, nem pedig az, hogy többség alapján döntenek el dolgokat, de nálunk azért most tényleg, hogyha jobban megnézik a tavalyiakat, akik díjazottak, a Kocsis István, a András Falvi Bertalan, tehát azért ezek nevek, és most ugye most pedig lesz a Balcó András, és a Bakai Kornél, akit díjaztunk egyhangulag, ugye ő régi történész, a Balcó Andrásról, őt pedig nem kell bemutatnom, hát 10-szeres világbajnok, 3-szoros olimpiai bajnok, az lesz maga az egésznek a menete, hogy lesz az ünnepség része, utána lesz egy megtisztelő vendéglátás a díjazottak számára, tehát egy ebéd lesz, és utána lesz a méltatása, Kocsis István fogja méltatni a Bakai Kornét, dr. Bakai Kornét, Balcó Andrást az a megtiszteltetésért, hogy én fogom méltatni, csak nehogy elkönnyezze az ember magát. Hát igen. Igen. És aztán utána lesz előadás is. Az egyik előadó a Szidán Csaba lesz, régész történész, aki egyébként mellékesen a Hegedűs Andrásnak volt évfolyamtársa, csak úgy mondom. És utána pedig én nekem lesz egy rövid előad, tehát ezek ilyen 25 perc, és megbeszéltük, hogy ne legyen túl hosszú az egész rendezvény. Akkor ami kimaradt a hagyományra, az ölt meg minden. Maga a díjátadás az egy zárt körű, szűk körű rendezvény, és a királyi kápolnában csodálatos helyen történik, és utána pedig a 2 órától a nyilvános program, amiben Szlama László és Rafai Boróka fog énekelni és zenélni. Az első díjazottja 2008-ban ennek a díjnak Somogyi Győző nemzet művésze, történész, hagyományőrző. Az ő törökkori, illetve 16-17. Századi saját készítésű zászlóiból nyílik egy kiállítás. Annak a rangját fogja emelni, hogy a bajvívó magyarok, akik ennek a korszaknak a katonai hagyományőrzői fognak díszelegni. Utána lesz a díjazottak bemutatása és méltatása, majd a díjazottak is szót kapnak, és a 5.-6. díjat Polgár Péter Szent László vitézei kapitánya vehette át, és ők fognak lovagi torna bemutatót tartani. Még a Hidán Csaba előadásának a címe lehet itt érdekes, mert abszolút kapcsolódik a témához, a lándzsa mint harci eszköz és mint jelkép a szkíta népeknél. Ez a teljes címe, izgalommal várjuk a előadást. Hát nyilvánvalóan mi is így Még annyit, hogy azért az nagyon fontos, hogy ezen a rendezvényen ugye együtt van ugye a Somogyi Győző, aki a nemzetművésze, és Balcó András, aki a nemzet sportolója. Igen. Tehát itt nem akárkik lesznek jelen ez alkalommal. Épp testben, épp lélek. Mondhatnánk így is tulajdonképpen, a szó nemes, a legnemesebb értelmében. Természetesen. Használjuk ki az alkalmat, hogy
megköszönjük a város vezetésének egyrésztről a támogatást, másrésztről egyáltalán a lehetőséget, hogy most már harmadszor itt lehetünk, és a Nemzeti Múzeumnak pedig, hogy részben a helyszínt, részben a kiállítás lehetőségét lehetővé tették. A nyilvános eseményen természetesen az RTVE kamerái is jelen lesznek, úgyhogy megörökítjük az eseményt. Nagyon szépen köszönjük, hogy betekintést nyerhettünk nyilván a hátterébe is ezeknek a dolgoknak, és hogy meghallgathattuk már most előre, tudjuk azt, hogy milyen nagyszerű emberek lesznek díjazva.